Csapadiós Győr. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csapadiós Győr. Ezúttal foci és szabadidős sport minden mennyiségben itt a Csillagpont Rádió DVTK magazinjában. Köszöntöm Önöket, Martini Emil vagyok, szép délelőttöt mindenkinek. Véget ért a 2017-18-as bajnoki szezon a DVTK labdarúgó utánpótlás csapatai számára. A diósgyőri utánpótlás csapatok közül az U17-es gárda az utolsó fordulóban a Veszprém ellen 1-1-et ért el, de az már korábban eldőlt, hogy a másodosztályú bajnokságot 4 fordulóval a vége előtt Kecskeméten megnyerte a piros-fehér gárda. Zsivócki Gyula vezetőedző értékeli a szezont, és Sütő Szilárd az utánpótlásért is felelős szakember gratulál majd a csapatnak. Aztán hamarosan labdarúgó VB Oroszországban, és erre egy tematikus egy hónap épül fel a DVTK kalandparkban. A programokról számolunk majd be itt a 103 MHz-en. Újabb információk a futball éjszakájáról, amelyet szeptember 7-én rendeznek meg, többek között Diósgyőrben, erről is szót ejtünk majd. Fiatalos, lendületes 20 perc elé nézünk tehát itt a Csak a Diósgyőr című műsorunkban, amelyhez ezúttal is nagyon jó szórakozást kíván a szerkesztő műsorvezető Martini Emil. Csak a Diósgyőr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diósgyőr! Veszprémben lépett pályára az U17-es másodosztályú bajnokság utolsó fordulójában a bajnok DVTK U17-es együttese. A diósgyőri fiatalok 1-1-es döntetlennel zárták a szezont, és végül 16 pontos előnnyel nyerték meg a 2017-18-as pontvadászatot. Zsivócki Gyulával, a csapat vezetőedzőjével a bajnokság lezárta után beszélgettünk. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk, egy év kemény munkája beérett, felkerültünk az elitbajnokságba az ország legjobb 8 csapata közé. Azt gondolom, hogy ez egy hatalmas siker a diósgyőri utánpótlás labdarúgás életébe. Nem az U17-nek az érdeme, nem az én érdemem, hanem egy akadémiának az érdeme. Ebbe mindenkinek benne van a munkája. Természetesen én voltam a vezetőedzőjének a csapatnak, és tényleg nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Kezdjük talán onnan a történetet, hogy kicsit, mint hogyha igazságtalannak tűnt volna az, hogy a Diósgyőrt ugye a másodosztályba sorolták, és nem az elit csoportba, de talán jól is jött ez az év, ugye a siker és a megbéretetés szempontjából a fiataloknak. Hát az elmúlt 5 év eredménye alapján sorolták vissza a másodosztályba a Diósgyőr csapatát. Nem volt kimondva, hogy elsődleges cél a feljutás, de természetesen mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez a álom és célunk valóságá váljon. Nagyon sok jó csapat volt a bajnokságban, gondolok a Vasas Akadémiára, a Békés Csaba, Kecskemét, tehát ezek mind-mind rugközpontok, gondolok egy Újpestre, egy UFC-re, tehát ez a másodosztályú bajnokság, úgy gondolom, hogy ez inkább első osztályú volt, mint másodosztályú. 6-7 csapat pályázott a feljutásra, és az első pillanatoktól kiélezett küzdelem volt, mi egy nagyon egységes jó csapatot, tehetséges játékosokkal voltunk felvértezve, komoly harci szellemmel, mentálisan, fizikálisan fel voltunk készülve, tehát klappolt minden ebbe a bajnokságba. Mindig, de mostanában még inkább. Az utánpótlás ugye fókuszba került a klub házatáján. 17 évesen már ugye külföldön, Nyugat-Európában bebedobnak egy-egy játékost az első csapatba, hogy megnézzék, mit tud, hogy tud. Mi várható itt a jövőben? Akár a jelenlegi fiatalok mikor kerülhetnének oda mondjuk az első osztályú csapathoz? Mi fog velük történni az elkövetkezendő pár évben? Én nagyon bízom benne, hogy ugye az utánpótlás futballnak az elsődleges célja, hogy ne bajnokságot nyerjünk, ne felkerüljünk, hanem hogy minél több profi játékost adjunk az első csapat számára, ezen dolgozunk nap mint nap, nem csak én, hanem az összes kolléga az akadémián. Én úgy látom, hogy ebbe az U17-es gárdában is van 3-4 olyan meghatározó játékos, aki a későbbiekben tudatos építkezés során fel fog tudni kerülni az első csapatba. Nagyon bízom, hogy jövőre már akár esetleg akár edzőmérkődésen, edzéseken részt tudnak venni, és a vezetőedző tud ő véleményt formálni a teljesítményükről. Azt is meg kell, hogy kérdezzem, mert ez is mindig felvetődik, hogy hogyan tudjuk itt tartani a tehetséges fiatalokat Diósgyőrben. Szerződések, továbbtanulási lehetőségek, mind-mind gondolom közrejátszik abban, hogy egy miskolci, egy diósgyőri érzelmű fiatal itt maradjon, vagy esetleg még ugye ebben a
korosztályban, vannak azért más honnan jött játékosok is, más városokból, vagy éppen településekről érkezett játékosok is. Azt gondolom, hogy aki jelenleg az U17-es bajnokcsapatban játszik, annak óriási a játékosoknak a diósgyőri kötődése. Ahogy mondtad, jöttek máshonnét is, de mostanra már igazi diósgyőri szívvel vannak felvértezve. Én is egy éve kerültem ide a klubhoz, és teljesen magaminak érzem a klubnak a filozófiáját, és teljesen együtt tudok érezni akár a szurkolókkal, akár a közönséggel. Teljes mértékben megfogott engem is az a millió, ami Diósgyőrbe fogadott. Tudni kell, hogy óriási infrastruktúrális fejlődésen ment át nem csak a város, hanem a DVTK akadémia is, és a klub is. Van egy gyönyörű stadionunk, van egy gyönyörű akadémiánk. Azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy a játékosok ne elmenjenek, hanem inkább ide jöjjenek. És itt képezzük őket, és itt legyenek profi játékosok. De szerződési háttér, hogy itt tartsuk őket, csak a szakmán múlik, vagy egyéb más feltételeknek is kell teljesülni? Próbálunk minden feltételt megadni annak érdekében, hogy a játékosok itt maradjanak. Ugye 16 éves koruktól profi szerződést tudunk adni a játékosoknak. Természetesen a vezetőség kikéri az edzőknek is a véleményét, és ennek alapján tesznek javaslatot, hogy profi szerződést kapjanak, ami azt gondolom, hogy megint egy óriási kötődés a játékosnak az egyesülethez. Volt ennek a szezonnak egy meglepetése, vagy egy ajándéka az U17-es csapatnak, méghozzá ugye, hogy a stadionban gyakorlatilag az első hivatalos mérkőzést játszhatta le ez a gárda. 3-3-as döntetlen az Újpest ellen, sokan maradtak az öreg fiúk után, és szurkoltak a Diósgyőrnek. Hogy élték meg a srácok, hogy élted meg te ezt a mérkőzést, ezt a kis ajándékot? Hát ez nem kis ajándék volt, hanem ez egy hihetetlen nagy ajándék volt az egyesület vezetőitől, amiért most is hálásak vagyunk. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó mérkőzést játszottunk, nem nyertük, de ahogy nyilatkoztam a mérkőzés után, hogy a mérkőzést nem nyertük meg, de a közönséget megnyertük egy gólgazdag, egy élvezetes, egy nagyon hajtos mérkőzésen. 3-3-as döntetlent értünk el a második helyezett Újpest ellen. Igazi rangadó volt, és méltó volt, hogy a stadionba tudtunk játszani. Hogy ünnepelnek a 17 évesek egy bajnoki címet? Amikor Kecskemétről hazajöttünk, akkor titokban a szülők megszerveztek nekünk egy kis ünneplést, de tényleg csak egy nagyon-nagyon rövid volt. Én akkor is azt mondtam, hogy bajnokság végén fogunk ünnepelni, természetesen el fogunk menni, megünnepeljük, mert megérdemlik a játékosok. Végül, de nem utolsó sorban, egy kicsit a jövőről is beszéljünk, hiszen egy elit csoportba került, így is nevezik ugye itt az U17-ben ezt az első osztályú bajnokságot. Ott gyakorlatilag hogy állhatja meg a helyét a DVTK? Kik lesznek majd ott a vetélytársai a Diósgyőrnek? Hát én úgy mondanám, hogy ez egy más kávéház, tehát itt tényleg az ország legjobb 8 csapat, a 8 akadémiája fog versenyezni egymással. Minden egyes mérkőzés éles, kiélezett mérkőzés, ugye a 16, 17 és a 19 is itt fog versenyezni. Nagyon oda kell figyelnünk minden egyes mérkőzésre. Azt gondolom, hogy a nyár arról fog szólni, hogy becsületesen is felkészülünk erre a bajnokságra, de még egyszer mondom, a végcél az, hogy ezek a játékosok profi játékossá váljanak, ez az elit bajnokság pedig nagyon jól fogja szolgálni a felkészülésüket. Sütő Szilárd, aki amellett, hogy a DVTK első csapatánál Fernando Fernández érkezésével bekerült a stábba, nem hagyta magára a diósgyőri utánpótlás sem, és elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a következő szezontól minden fronton első osztályú csapata lesz a DVTK-nak a honi labdarúgó életben. Sütő Szilárddal hallhatnak most egy beszélgetést, abból egy részletet, ugyanis a következő adásaink egyikében a szakemberrel készített riport hosszabb kiadását is majd leadjuk itt a DVTK magazinban. Zsivócki Gyulának már gratuláltam, és gratuláltunk ugye a rádió, illetve a szurkolók nevében is. Bajnok lett a másodosztályú csapat. Azt hiszem, hogy erről a sikerről most jelen pillanatban Diósgyőrben nagyon jó beszélni, illetve arról is, hogy valamennyi utánpótlás korosztálya következő idényben már az élvonalban folytatja. Nem kis munkát van neked is ebben. Azt gondolom, hogy mindnyájunknak, tehát ez egy team munka volt. Én úgy nézem ezeket a dolgokat, hogy ebbe a takarítónéniktől kezdve, akik a csapatnak főznek, az erőléti edzőkön át, az egészségügyi személyzeten mindenkinek óriási munkája van, hiszen ez csak így sikerülhetett. Természetesen a vezetőedzőnek mindig kiemelt
a szerepe, úgyhogy gratulálunk Zsivócki Gyulának a klub nevébe, és bizonyította azt, hogy jó döntés volt, amikor tavaly nyáron őt választottuk erre a nehéz feladatra, mert mondhatjuk, hogy egy nehéz feladat volt, hiszen az MLS szabályozás alapján, hiszen ez mindenhol szerintem fontos elmondani, hogy Diós Zsió soha nem esett ki. Legalábbis nem azért voltunk a másodosztályban, mert kiestünk, hanem az MLS hozott egy új szabályt, amit mi elfogadtunk, és örülünk neki, hogy a második évben sikerült eljutni az Elite 8-ba, ami megint egy előrelépés a klub számára, és itt szeretném megemlíteni, az U12-es csapatunk ugye Földvári Tibor vezetésével szintén bajnoki címet nyert, amihez szintén nagyon gratulálunk. Akkor gyakorlatilag utánpótlás szinten kezd beérni az a gyümölcs, amelyet ugye pár évvel ezelőtt elkezdtetek, és egyre jobb és jobb vezetőedzők csatlakoznak most már ahhoz a rendszerhez, amely akadémia révén kialakult most itt Diós Győrben. Hát úgy gondolom, hogy tényleg olyan edzők csatlakoztak a stábhoz, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek. Ez egy nagyon nagy elismerés, mert ahhoz, hogy egy prólicenszes NB1-be vagy a utánpótlás válogatottnaknál dolgozó edző minket válasszon, ahhoz a klubnak kell tudni mutatni egy olyan perspektívát, amit ő elfogad. És azt gondolom, hogy ez a klubnak egy óriási dicséret, hogy például a Zsivócki Gyulát ide tudtuk hozni, vagy gondolok itt azokra az edzőkre, specialistákra, akik hozzánk jöttek dolgozni. Tehát nyilván a fejlődés az látható, természetesen ez egy lépés, a legfontosabb majd az lesz, amikor mondjuk ebből a csapatból, vagy a fiatalabbakból, vagy az idősebbekből az első csapat keretébe, és a kezdő 11-ébe fogunk játékost viszont látni, hiszen akkor lesz a munkánk igazán eredményes. Csapadíjós győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! Kispályás labdarúgó tornákat rendez a nyári időszakban a Lilafüredi Sport és Kalandpark. Vitathatatlan, hogy 2018 a labdarúgás éve. Idén nyáron Oroszországban rendezik meg a 21. labdarúgó világbajnokságot, ahol várhatóan rengeteg izgalmas mérkőzésnek és feledhetetlen pillanatnak lehetnek majd részesei a foci szerelmesei. A DVTK parkban pedig, amerre a szem ellát, ugye, a fociról szól minden, futballtematikus játszótér, az aranycsapat keserédes legendáját átíró szabadulószoba, Rummenigge focisuli és megannyi izgalmas kalandvár, kicsit és nagyot egyaránt, de a legfontosabb, a műfüves pálya a világbajnokság ideje alatt benépesedik, hisz minden hétvégén más és más futballtornával várják a labdakergető foci örülteket. Június 17-én Old Boys kupát rendeznek, június 24-én ifjúsági kupának ad otthont a DVTK Park, július 1-én felnőtt kupa, július 8-án pedig női kupa lesz. Július 15-én a döntő napján pedig a megannyi színes és izgalmas program gálamérkőzések és bemutatók mellett egy szuper döntőt is rendeznek a szervezők, ahol az egyes tornák győztes csapatai mérhetik majd össze erejüket, és küzdhetnek meg a Kalandpark kispályás csapata 2018 címért. A versenykiírás, a nevezési lapok már megtalálhatóak a dvtk.eu és persze a Kalandpark internetes oldalán is. A kitöltött nevezési lapokat a dvtkpark@dvtkpark.hu e-mail címre várják a szervezők. De nem csak a VB ideje alatt várják a DVTK Kalandparkba az érdeklődőket, és nem csak a foci szerelmeseit, hanem mindenkit, aki egy egésznapos, izgalmas, tartalmas napot szeretne eltölteni ebben a csodálatos környezetben. Hogy a nyári szünidő milyen programokkal, lehetőségekkel várja a kilátogatókat, arról Szabó Levente, a park vezetője számol be rádiónknak. Két nagyon fontos eseményünket emelném ki. Az egyik az, hogy szintén a negyedik éve futnak a napközis táboraink. Idén a nagy érdeklődésre való tekintettel 8 héten keresztül foci táborokkal várjuk a 6-14 éves fiúkat, lányokat. Egész napos program, reggel 7-kor már lehet érkezni, mivel tapasztalatunk az, hogy Lilaföld nagyon messze van egy család életéből, nagyon sok időt el tud venni az utazgatás. A tavaly évben már sikeresen vittük azt a programot, hogy az edzőközpontba lehetett hozni a gyerekeket, ott vártuk őket, és buszos transferrel szállítottuk ide őket a Kalandparkba, valami nap végén is visszavittük őket, és így próbáltunk picit kedveskedni a szülőknek, hogy ne teljen el akár másfél-két óra is a napból azzal, hogy autózni kell a városba. Úgyhogy ezek a táborok június 25-től egészen augusztus 17-ig várják, mondom, a 6-14 év közötti fiúk, lányok érdeklődését. Nagyon szépen gyűlnek a táboraink, ideje elgondolkodni azon, hogy ide hozzák el gyermekeket, mivel egyre kevesebb helyünk van szerencsére. Nagyon nagy népszerűségnek örvendenek, folyamatos az érdeklődés ez iránt, én csak bátorítani tudom a szülőket, hogy
itt nagyon jó helyen vannak, nyilván tematikus edzések vannak, a DVTK szakedzői tartják a labdarúgó edzéseket, folyamatos szervezés alatt állnak, hogy más egyéb DVTK berkén belüli sportágak is megjelenjenek, és ott is szakedzők edzésével tanítsanak meg, úgymond más sportágak csinyára, binyára gyerekeket szeretnénk megjeleníteni, mindent a saktól elkezdve a jégkorongon át egészen a kosárlabdáig, hogy ne csak a labda és a labdarúgás szenvedély bűvöletében legyenek a gyerekek. Illetve van egy másik nagyon fontos programunk a nyáron, méghozzá ugye nem kell szerintem senkinek mondanom, hogy 2018 labdarúgó VB éve van, és mint futballtematikus kalandpark nem maradhatunk ki a labdarúgásnak ezen bűvköréből. Minden hétvégén futballbajnokságokat fogunk rendezni, old boys bajnokság, ifjúsági bajnokság, női kupák, felnőtt kupák, ezekkel várjuk az érdeklődőket, és a döntőnek a napján, sőt úgy mondom a hétvégén egyéb színes programok lesznek, bemutató edzésekkel, várhatóan labdarúgókkal, amíg folyamatosan szervezünk még, tehát egy egész komplex programcsomagot szeretnénk a VB alatt nyújtani az érdeklődőknek, tipversenytől elkezdve büntetőrúgó versenyen át, sok mindent szeretnénk megjeleníteni. A DVTK kalandpark természetesen arról híres, hogy nem csak egy csodás környezetben van, hanem egy sport tematikai kalandparkról van szó. Mit csinálhatnak azok, akik eljönnek majd, kicsik és nagyok is természetesen? Ugye a mi attrakcióink két részből állnak, az egyik a DVTK-val való szoros kötelék eredményeképpen a futball tematikus attrakciók sora. Gondoljunk itt, hogy van egy szabály 40x20-as méretű műfős pályánk, amin a gyereknapon speciál pont a Berec István labdarúgó kupának a döntőit rendezik meg, de azon kívül természetesen nyitva áll az érdeklődők számára. Van egy Rummenigge foci sulink, ami egy labdás ügyességfejlesztő játék. Van a mostanában nagyon divatos szabadulós játékunk, amit a foci tematika köré építettünk fel. Ez az aranycsapat, 50-es évek aranycsapatának a legendáját írja le, változtatja meg a történelmét, illetve a játszóterünk is speciális DVTK színekben pompázik. Akik tájékozódni szeretnének, akár a táborról, akár természetesen a kalandparkról, azok hol tehetik meg? Interneten, Facebook oldalon? Hát természetesen a mai világban megkerülhetetlenek ezek a dolgok. Mi is üzemeltettünk saját honlapot, a www.dvtkpark.hu honlapot, melyen mindig a legfrissebb aktuális információk fent vannak. Természetesen Instagram és Facebook oldalt is üzemeltettünk, szintén ezen a néven Lilafüredi Sport és Kalandpark, meg lehet találni minket. Mindig minden aktualitás fenn van, a nyitvatartástól elkezdve az árainkon át, az aktuális programjainkon. Érdemes felkeresni őket, lehet, hogy olyan információk birtokába jut az ember, amit itt a parkban nem feltétlenül fog szembe jönni valakivel. Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! Hallottunk már a múzeumok éjszakájáról, a színházak éjszakájáról, újabban a strandok, fürdők éjszakájáról. Nos, itt az újabb kezdeményezés. Első alkalommal rendezik meg idén szeptember 7-én a futball éjszakája rendezvényt, amely során az ország 20 nagyvárosában, köztük Diósgyőrben nyílnak majd meg a stadionok, labdarúgó központok. A futball éjszakája rendezvényen számtalan program vár mindenkit, de hogy hogyan jött az ötlet, milyen programok lesznek és hol, arról most Borsi Dávid, a futball éjszakája rendezvény szervező bizottságának tagja tájékoztatja a Csak a Diósgyőr műsorát. Beszélgetés során merült fel bennünk a gondolat, hogy a szeretett sportágunkat, a labdarúgást is érdemes lenne hasonló formában egy picit népszerűsíteni, úgyhogy ennek apropóján jött létre a futball éjszakája, aminek a célja tehát az, hogy a labdarúgást népszerűsítsük az országban. Miből áll majd a program, illetve picit térjünk ki arra is, ugye, hogy hát Diósgyőrben nagyon szeretik a focit, és itt is lesz egy rendezvény helyszín, a 20 nagyváros közül az egyik helyszín, tehát Miskolc, Diósgyőr. Azt érdemes tudni egyébként, hogy az országban nagyjából 40 klubot hívtunk meg a programba, ezeknek a fele, több mint a fele már visszajelzett, úgyhogy ez egy elég jó arány. Tehát ország szerte, Nyugat-Magyarországtól Kelet-Magyarországig mindenhol lesznek programok, köztük ugye nagy örömünkre szolgál, hogy a diósgyőriek is részt vesznek a történetben. Mi, mint szervező bizottság, a csapatok programjaiban nem szeretnénk belefolyni, ugyanúgy, mint a színházak vagy a múzeumok ezek esetében sem a szervezők határozzák meg a programokat. Mi mindössze egy iránymutatást tettünk a klubok felé, javasoltunk néhány programelemet, de innentől kezdve a DVTK dönt majd arról, hogy ő pontosan milyen menetrendet szeretne. Tettünk javaslatot arra, hogy érdemes szurkolókat beengedni a kulisszák mögé, hiszen én azt gondolom, hogy nagyon sok labdarúgást kedvelőt leginkább ez érdekel, hogy mi zajlik a hátterek mögött, hogy néz ki egy öltöző, milyen egy rehabilitációs helyiség, vagy egy fitnessterem csapatok hadiszállásain. De emellett azt is javasoltuk, hogy érdemes
sportfoglalkozásokat szervezni a kluboknak, ahol a szurkolók a szeretett csapatai edzőpályáján saját maguk is részt vehetnek egy-egy foglalkozáson, legyen szó edzésről, legyen szó kabus edzésről, csatárképzésről, vagy akár egy egyszerű 11-es rúgópárbajról. Volt-e máshol esetleg példa külföldön hasonlóra? Jelen pillanatban én nem tudok hasonló példát említeni, úgyhogy én azt gondolom bátran kijelenthetjük, hogy Európa szerte egy újdonságot hozunk létre Magyarországon, és jó esetben erről majd a környező országok is példát vesznek. Na, néhány konkrétumot mondjunk, hogy mikor lesz az esemény, hol lehet jelentkezni, hol lehet érdeklődni, hol lehet a részletekről tájékozódni. A futball éjszakája program 2018. szeptember 7-én pénteken lesz. Csapata válogatja egyébként, hogy hol, mikor kezdődnek és mikor végződnek a programok. A részletekről egyébként a futballészakája.hu honlapon érdemes tájékozódni, ahol június 15-től már regisztrálni is lehet a programokra, ugyanis az események nagy része előzetes regisztrációhoz kötött, hiszen bizonyos foglalkozások 10-15-20-30 főben korlátozva lesznek. Úgyhogy érdemes mindenképpen ezen a területen tájékozódni, és minél előbb beregisztrálni a kiválasztott programokra. Azt tudni érdemes, hogy belépő díjat mindig a legelső helyszínen kell megváltani, felnőttek számára 500 forint, gyermekeknek pedig 100 forint, és miután már van kalszalagunk, azzal bármelyik másik helyszínre ellátogathatunk az országban. Mik az első reakciók? Érdekes egyébként ez a kezdeményezés, amikor ez így felötlött. Szóval mik voltak az első reakciók? Én most alapvetően a csapatok reakcióiról tudok beszámolni, és az derült ki számunkra, hogy egy hiánypótló eseményt hoztunk létre. Minden csapat örült ennek a lehetőségnek. Nagy örömmel fogadták a csapatok a megkeresésünket, és szinte hezitálás nélkül rábólintottak a részvételre. Úgyhogy szerintem ezt is mutatja igazából a magas részvételi arány, hiszen ugye a mai nappal már 24 biztos résztvevője van a futball éjszakájának. És hát gondolom, hogy hagyományteremtő lenne ez a futball éjszakája. Természetesen, úgyhogy évről évre szeretnénk megrendezni a futball éjszakája rendezvényt. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! Nos, ennyi fért a 20 percbe a Csillagpont Rádió DVTK magazinjába. A Csak a Diós Győr műsorunk, ne feledjék, napi 3x20 percben híreket, eredményeket, tudósításokat, riportokat sugároz a Piros-Fehér Klub mindennapjaiból. Tehát Diós Győri szurkolók, figyelem, ne hagyják ki a Csillagpont Rádió DVTK magazinját. Az éterben az elmúlt 20 percben Martin Emilt hallották, tartsanak legközelebb is velem, a viszont hallásra, hajrá Diós Győr! Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr!